ezt legyen kedves még egyszer megpróbálni. Jeggyűrűk között válogat egy pár egy szekszárdi ékszerüzletben. Hosszú idő óta először próbálhatják fel személyesen az ékszereket, mivel az üzlet több hétig zárva volt a koronavírus járvány miatt. Ám a leállás közben is sok megkeresés érkezett hozzájuk, ezért döntöttek úgy, hogy újra kinyitnak, a megfelelő óvintézkedéseket megtéve. A járvány miatt egyszerre csak két személy tartózkodhat az üzletben. Hát nagyon sok kéréssel fordultak hozzánk, sokan megrendelésünk, és vannak vásárlók, akik a javításokért szerettek volna befáradni, és van igény vásárlásra is. Az ékszerbolt, a ruha vagy éppen a sportboltokhoz hasonlóan jelenleg 9-től 3-ig tarthat csak nyitva. Az egyik szekszárdi cukrászda tulajdonosa is hasonló elhatározásra jutott, mint az ékszerüzlet vezetője. Egy hónapos kényszerszünet után úgy döntött, újra kinyitnak, és elvitelre készítenek süteményeket, valamint fagylaltot is kiadnak igény esetén. Szemesi Judit azt mondja, ez a bevétel éppen csak arra lesz elegendő, hogy kifizesse az alkalmazottait és átvészeljék ezt az időszakot. Ennek elsősorban ugye gazdasági oka is volt, tehát ugye kisvállalkozóként nem tehetem meg, hogy nincs bevételem hónapokig, mind a mellett ugye alkalmazottjaim vannak, akik ugye egy darabig szabadságon vannak, de utána, hát utána ott volt a kérdőjel, hogy mi lesz. Szemesi Judit tisztán emlékszik arra a pillanatra, amikor kiderült, hogy a koronavírus járvány miatt be kell zárniuk. Nem sok volt. Én egy hétig ültem a nappaliba, és azt se tudtam, hogy mit csináljak. Ültem a nappaliba, és mindenkit leöntöttek hideg vízzel, egyszerűen nem működött az agyam. Hogy most fejezzem be, sírjak, vagy ne sírjak, vagy hova menjek, mit csináljak. És egy hét után kezdtem helyre jönni, és azt mondani, hogy jó, hát egyszer ennek vége lesz, és folytatni kell. És a bajból csak úgy lehet kilábalni, hogyha ha befektetünk és hajtunk előre ugyanúgy, mint az elmúlt 8 évben. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, érthető a cégek reakciója, mivel ha továbbra is zárva tartanak, tönkre mennek, és el kell bocsátaniuk az alkalmazottaikat. Én értem a vállalkozókat is, nekik megvannak a kötelezettségeik, megvannak a vevőkörük, és hát akármennyire ugye, a minimális járulékot kell befizetniük, ezt a havi 7710 forintot, gyakorlatilag semmilyen bevételük nincs, a rezsiköltségeket fizetni kell, az alkalmazottakat fizetni kell, és hát nehezen tudják ezeket kigazdálkodni. A vállalkozók többsége gyakorlatilag éppen azért, mert a jövedelme jelentősen csökkent, a szabályokat már igyekszik betartani, nehézségei vannak, annak ellenére, hogy különböző kedvezményeket is biztosított a kormány, például a szolgáltatóknál is, illetve a június 30-áig a katás vállalkozóknak a járulék csökkentve lett, illetve nem kell befizetni bizonyos kötelezettségeket. Úgy látjuk, hogy itt várható a jövőben egyfajta lazítás, mert úgy lenne célszerű, hogy valamennyi vállalkozóra egységes legyen a rendelkezések. A kamara tehát kezdeményezte, hogy minden vállalkozóra terjedjen ki egységes és enyhébb szabályozás, mint ami jelenleg van érvényben. Vagyis azt szeretnék, hogy minden boltban egységes legyen a nyitvatartás.